1997-ben Randy és Connie bezárták a Washington állambeli autójavító vállalkozásukat. Fájó volt elveszíteni a céget, de akkora stresszel járt a vállalkozás, hogy végül jó volt bezárni. A csődbe ment üzlet és a hitelkártya tartozás Kani elmondása szerint szinte hegyként magasodott előttük. Rajzoltam egy hegyet a táblára, felírtam rá az összes tartozásunkat, és elkezdtem megvallani a pénzügyekkel kapcsolatos igéket. Mózes 5. könyvében le van írva, hogy Isten adja a képességet a vagyon megszerzéséhez. 2001-ben Randy megtért, és eldöntötték, hogy elkezdenek tizedet fizetni. Odaadhatjuk a tizedet Istennek, de el is lophatjuk tőle. Ha visszaadjuk Istennek, akkor olyan mértékű áldásban részesít bennünket, hogy alig tudjuk feldolgozni. 2005-ben Randy ismét saját vállalkozásba kezdett, Connie pedig azért imádkozott, hogy legyen némi pénztartalékuk. Azt mondtam, Istenem, jobban érezném magamat, ha lenne legalább 3 hónapra való pénzügyi tartalékom a bankban. A 3 havi tartalék 9000 dollárt jelentett. Egy házas pár az új vállalkozásukhoz ajándékba adott nekik pénzt, minden kötelezettség nélkül. Átadták a 10 000 dolláros csekket. A tized befizetése után pont annyi maradt nálunk, amennyit Istentől kértem. Új autójavító vállalkozást indítottak. Miután Istenre bíztuk a vállalkozásunkat, folyamatosan egyre nagyobb áldásban részesültünk. Ő gondoskodik róluk. Csak bíznunk kell benne. A vállalkozásukból annyi jövedelmük lett, hogy kijöttek az adósságból, továbbra is fizetik a tizedet és adakoznak. Mi így is adakozunk, és tudjuk, hogy segíteni tudunk ezzel más embereken. Őszintén értékeljük a 700-as klubot, mert gyorsan ott vannak a földrengések és más katasztrófák helyszínén, hogy Jézus nevében segítsenek az embereknek. Nagyobb műhelybe költöztek, és 2 új alkalmazottat is felvettek. Ő gondoskodni fog, ha fizetjük a tizedet. Velünk megtörtént, és mások életében is ezt látom. Az áldás így működik. Ő egy gazdag Isten, a pénzügyeink fölött is Úr. Az Efezus 3:20 a kedvenc igém. Aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, jobban, mint kérnénk vagy gondolnánk. Ezeknek az alapelveknek köszönhették anyagi helyzetük jobbra fordulását. Ha nem fizetsz tizedet, magad alatt vágod a fát. Abból tiszteljük Istent, amit tőle kaptunk, és abból adakozunk másoknak is. Isten pedig gondoskodik rólunk. Ő gondoskodni fog.